Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr! Az elmúlt héten csütörtökön miniszterelnök úr, illetve a miniszterelnökséget vezető miniszter úr olyan kijelentést tett, ami között összefüggés van nyilvánvalóan. Szeretném, hogy miniszter úr megadja ezt a választ, hogy mi ez az összefüggés. Múlt hét csütörtökön azt mondta a miniszterelnök úr, nyilván a saját magától okozott bérválságból kivezető utakról beszélt, idézem, egy technológiai forradalom, új ipari forradalom küszöbén állunk. Olyan nagy arányú technológiai változás történik a modern gazdaságokban, ideértve Magyarországot is, ami mindent meg fog változtatni. Egyrészt tehát nyilván örülünk, hogy miniszterelnök úr látja azt, hogy a 21. századba értünk. Ő szerinte egyébként, ismét idézem, meg fogja rengetni az egész modern gazdaságot, és komoly kihívás elé állít mindannyiunkat, ezt mondta a miniszterelnök úr. Mire ugyanezen a napon, múlt hét csütörtökön, Lázár János pedig, amikor beszélt, kiállt a nyilvánosság elé, és beszélt az EU-s pénzek kipörgetéséről, ami egyébként tudjuk azt, hogy egy korrupcióval erősen átszőtt folyamat, akkor ezt kifejezetten a magyar gyengeségek közé sorolta, tehát az EU-s pénzek felhasználását, és itt a technológiai forradalomban való részvételt, ezt mondta, nincs válasz arra, hogy a technológiai forradalomban hogyan tud az ország részt venni. Na most ez miniszterelnök úr azt mondja, belátta azt, hogy van itt egy 21. század, ahol csak itt tudunk részt venni, Lázár János úr pedig azt mondta, hogy nem tudunk részt venni ebben. Erre lehet más a politikának jó néhány javaslata van, amit mindenképpen meg kellene tenni a miniszter úr felé a kérdésünk, hogy megfogadják ezek közül akár néhányat. Ilyen például az oktatás forrásainak radikális növelése, az új, a diákok igényeihez igazodó alaptanterv bevezetés, a szakképzés rendszerének megreformálása, az oligarchák csapdájából kivezetése, felsőoktatás kapuinak minél szélesebbre tárása, tandíjátörlése, innováció, kutatásfejlesztés. Mindezeket megfogadják a miniszter úr? Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Fazekas Sándor miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr! Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam az ön okfejtését. Én szerintem nincsen ellentmondás a két miniszterelnök úr által elmondott és Lázár János miniszter úr által elmondott vélemény között. Én személy szerint is azon a meggyőződésen vagyok, hogy rendkívül nagy változások várhatók az elkövetkező években, évtizedekben, hiszen látszik az, hogy az ipari automatizálás, a technológiai fejlődés, a hatékonyság növelése a gazdaságban az mutatja, hogy egy gyors fejlődés, robbanásszerű fejlődés előtt állunk. És ez a mezőgazdaságra is érvényes egyébként, tehát itt is bár két irányba halad a mezőgazdaság, az egyik a GMO-s szervezete, GMO-s termelés, a másik pedig a hagyományos termelésnek a fejlesztése. Ott szintén megfigyelhető, hogy egyre korszerűbb módszerekkel, egyre hatékonyabban tudunk termelni, el tudjuk látni azokat az embereket, akiknek élelmiszerre van szükségük a világ legtávolabbi pontjain is. Tehát én úgy látom, hogy itt a fejlődés, a civilizációs fejlődés az egyértelmű. Az nyilvánvaló, hogy Magyarországnak is itt az őt megillető helyet el kell foglalnia, ehhez az Európai Uniós források egy adottságot, egy felhasználható keretet jelentenek, de ezen kívül azért vannak nyilván más lehetőség is, hiszen a magyar tudományos, kulturális élet, a kutatóintézeti hálózatrendszer, az akadémia és annak intézetei egy komoly alapot jelentenek arra, hogy Magyarország itt a fejlődések ebben a fővonalában részt vegyen, illetve vannak olyan cégek, olyan nagy vállalkozások, külföldiek és belföldiek egyaránt, amelyek a legmagasabb technológiai szintet, technikai szintet képviselik. Hogy milyen válaszokat lehet adni? Azt szerintem mindig egy-egy konkrét területre értendő, hogyha van olyan elképzelés, amelyet a kormány meg tud fontolni, illetve a gazdaság szereplői meg tudnak fontolni, akár hogyha az önöktől érkezik, akkor is olyan minden további nélkül beépíthető egy ilyen alkalmazkodási folyamatba, amely a magyar gazdaság, a Magyarország előtt áll egyébként az elkövetkező években. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Parancsoljon. Szóval, tisztelt miniszter úr, nem állítottam egy ellentmondást, hanem az összefüggést keresem. A miniszterelnök úr úgy értelmezi a helyzetet, észrevéve, hogy itt egy nagy technológiai változás előtt állunk, ez egy tény megállapítás, meg fogja rengetni az egész világot, ezt állítja a miniszterelnök úr. Lázár János miniszter úr pedig azt állítja, hogy nem vagyunk erre fölkészülve, idézem még ezt pontosan, nincs válasz arra, hogy a technológiai forradalomban hogyan tud az ország részt venni. Tehát ez az én igazi kérdésem, hogyha
nincsen önöknek erre válasza, megfogadnak-e olyan általános javaslatokat, amiket az előbb elkezdtem sorolni, amilyen például az innováció és a kutatásfejlesztés pályázatok nyomon követése, hogy ezek a pályázatok, hogy csak egyet említsek, ez a GOP 1.1.1 kötője 11-es pályázat, amit augusztusban Hatházi kollégám alaposan kielemzett, gyakorlatilag a jelentős része olyan pályázatok, olyan cégek nyerték, aminek semmi köze nincs kutatás, fejlesztéshez, tanácsadó cégek. Ezeket, hogyha megállítanánk, akkor sokkal felkészültebbek lennének önök is a 21. század kihívásaira. Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg Fazekas Sándor miniszter úr, parancsolja a miniszter úr, önnél szó. Tisztelt képviselő úr, én úgy látom, itt azért absztrakció szinte keverednek az ön által elmondottakban. Egyszer egy konkrét pályázatról beszél, utána pedig a világ előtt álló kihívásokról, vagy az ország, vagy a kormány előtt álló kihívásokról. Szerintem ezeket érdemes külön kezelni. Egyébként akikre hivatkozik a miniszterelnök úr és miniszter úr is eltérő nagyságrendű témának tekinti ezt, és eltérő síkjait vetette fel ennek a problémának. Hát szerintem egyébként a világ olyan változás előtt áll, amire még egyetlen ország sincsen felkészülve. Ez jól látható a robotikának a fejlődésében, automatagyárak jönnek létre, kevés emberi részvételre van szükség a mezőgazdasági termelés egyes területein, műholdról irányítható mezőgazdasági termelési rendszerek vannak, számítógépvezérelt termelési rendszerek, tehát ez azt hiszem meg fogja rengetni a világról kialakított hagyományos filozófiánkat, hogyha ezt az oldalát nézzük a dolognak, és erre vagy mi kevesen vannak fölkészülve. A másik pedig egy mindennapi alkalmazkodás, amit nyilván meg kell, hogy tegyen a mindenkori kormányzat, a tudományos és technológiai területen dolgozók, ezeknek a területeknek a szereplői is. Hogyha van elképzelésük, azt örömmel fogadjuk. Köszönöm szépen.